Egy fiatal darts versenyző, Ház Gergő, a Szekszárdi Aliszka Darts Klubból érkezett. Versenyszinten 2 éve, hobbi szinten 3,5 éve dartsozik. A játékos legutóbbi sikeréről beszélt. A Hungarian Darts Superligák selejtező versenyén, ahol 2 fordulót rendeztek, 8 játékos került be. Mind a 2 versenyről 4-4, összesen 82-en indultak aznap, és nekem az első selejtező versenyről sikerült bekerülnem a Superliga 2024-es kiírásába. A hölgyek is űzik ezt a sportot, és egyre sikeresebben. Komlóról érkeztek, 5 csapattaggal indultak neki a versenynek. A T20 Darts Clubhoz tartozunk, és hát én konkrétan azért szeretem a dartsot, mert a párom már régóta szerepel, és játszik, és nagyon jó eredményeket érte. Jó a közösség, nagyon jó hangulat van, egyre több női játékos van, ami hát nem egy utolsó szempont. Egyébként ugyanúgy a férfiak között mérettetjük meg magunkat, mi nők is, úgyhogy hát csak ajánlani tudom bár akárkinek, mert ez tényleg egy ilyen 0-100 éves korig való sport. Nagyon sok idősebb játékos is van, de ugyanezt el lehet mondani a fiatal korosztályról is. A Dombóvári Darts Egyesület 2020-ban alakult. Az ötlet onnan származik, hogy különböző kávézóban, vendéglátóegységekben táblákat furtak fel a falra a résztvevők önmaguk szórakoztatására. Ennek akkora sikere lett, hogy különböző városokból, Kaposvárról, Pécsről, Szekszárdról jártak ide játszani. Később egyesület alakult, és már versenyek is zajlottak. A helységet a város polgármestere ajánlotta fel számukra, azóta a művelődési házba játszanak és versenyeznek. 21-ben elindultunk egy a nemzeti csapatbajnokságban, és hát 80 csapatból lettünk az 5. országos szinten. Tehát igen, tehát ez egy óriási sikernek számít. És ugye idén meg bent tudtunk maradni így az NB3-as osztályban, és akkor most így az előkelő második-harmadik helyen állunk a 20 csapat közül. Úgyhogy ilyen teljesítmények vannak csapat szinten. A Dréher Magyar Darts Liga dél-dunántúli régiójának rendezték meg a 16. fordulóját. Ez az igazolt versenyzőknek a megmérettetése, mondta az elnök Gyeraj Attila. Ez egy 20 fordulós versenysorozat, februártól október végéig tart, és akkor ez a 16. fordulója. Ha jól látom, most 25-en jöttünk össze. Tegnap is volt egy forduló, azt Komlón tartották például. Ott 35 volt a létszám. Ez is változó, hogy melyik helyszínre hányan mennek el. Kitartás, idő, türelem jellemzi ezt a sportot, tette hozzá a klub elnöke. Az eredmények pedig a következők. Első helyezett Ház Gergő, Szekszárd Aliszka Darts Klub. Második lett Adorján Ádám, szintén az Aliszka játékosa. Harmadik Juhász Ádám, az Aliszka Darts Klub tagja. Szintén harmadik helyezést ért el Égner Attila, a Paksi Darts Klub tagja. Ház Gergő a 16 fordulóból már a 8. győzelmet érte el.